Feketeegy szárazréti közösségi házban megkezdődött az Alba Régia Fest, amely idén is az igényes jazzrajongók kedvére szolgál. A találkozó ez évben Székesfehérvár önkormányzata és a Kodolányi Egyetem összefogásával rendhagyó módon valósulhatott meg. Az eddigi külföldi és hazai sztárparádé helyett feltörekvő fiatal tehetségek, illetve szintén fiatal, de már bizonyított formációk léptek színpadra. A közönség ezt el fogja dönteni, hogy mennyire sikeresek a gyerekek, tehát mennyire sikeresek a fiatalok. Én ugye ennek több összetevője volt ennek a fesztiválnak. Mi ugye a célunk az, mindig is az volt, most már 6 év óta, hogy fiatal zenészek, diákzenekarok is fellépjenek, mert ugye ővék a jövő, majd tehát mindig egy jövőkép, tehát ne toljuk le a fiatalokat. Mitch Gergő a Kodolányi Egyetem jazz tanszékének vezetője kiváló alkalomnak tartja, hogy ezúttal volt és jelenlegi tanítványait mutathatják be tudásukat a jazz szerelmeseinek. Amikor újraélesztettük a Jazz Fesztivált itt Székesfehérváron 2014-ben, akkor az egyik legfontosabb alapelv az volt, hogy egy stilárisan nyitott fesztivált csináljuk, ugyanúgy, ahogy egyébként a hangszintén művészeti iskola is az, illetve a Kodolányi Egyetem is, művészeti tanszéke is az. Tehát nem akartunk semmiképpen egy ortodox jazz fesztivált csinálni, attól függetlenül, hogy egyébként a Tamás és én is mondjuk szerintem 80-90%-ban jazz hallgatunk otthon, de hogy hisszük azt, hogy a jazznek közönségre van szüksége, és szeretnénk megnyerni újabb embereket ahhoz, hogy az igényes zenei műfajokat válasszák akkor, amikor koncertre járnak. A nyitónapon a Dám Trio, a Mid Jazz Band, a Sinterc és a Nene bizonyította, hogy Székesfehérvár a mindenkori jazzvarázslat városaként ismét a hazai zene központja, folytatva veretes hagyományait.